London belvárosában egy terrorista több embert elgázolt, végül a parlament előtti biztonsági kerítésnek csapódott, az elkövetőt terrorcselekmény gyanújával letartóztatták. És itt van velünk telefonvonalban Minorics Nóra, aki Londonban él. Szervusz Nóra, remélem hallasz engem. Úgy tudom, hogy olyannyira közel voltál a helyszínhez, hogy láttad a becsapódás utáni perceket, órákat. Mi történt pontosan, mit láttál? Szia Krisztina, jó estét kívánok! Nem tudom, hallasz most rendesen, még itt vagyok a helyszínen, a helyszíntől nem messze, egy pár utcával lejjebb. Hallasz most rendesen? Nóra, oké, hallak Nóra, abszolút, igen. Jó, akkor rendben, csak akartam visszaigazolni, hogy jó a vétel. Itt tartózkoztam, igen, a helyszínen a reggeli órákban, tehát 7 óra 37 perc környékén, tehát itteni idő szerint mondom, történt ez a cselekmény. Minden nap itt haladok végig, itt sétálok végig a híd, illetve a téren keresztül, és innen nem messze lakom. Tehát 3-4-8 magasságában egy ezüst színű Ford típusú gépjárművel az elkövető belehajtott egy biciklis csoportba, illetve ott több gyalogos is tartózkodott a helyszínen. Rákövetkező percekben a rendőrség azonnal lezárta a helyszínt, evakuálták a parlamentet, evakuálták a környéket is, úgyhogy el is kellett hagynom a helyszínt, tehát minket gyakorlatilag kitereltek a környékről. Egy 10-15 perccel később sikerült visszajutnom egy kicsit beljebb, ahol a helyi televíziónak a munkatársai dolgoztak, és ott próbáltam érdeklődni, hogy ez most ez egy véletlen baleset volt, vagy terrorcselekmény történt ismételten a helyszínen. Követő motivációjáról, vagy egyáltalán valamit az elkövetőről lehet tudni? Az elkövető jelen pillanatban rendőrségen tartózkodik, én ennyit tudtam meg a helyi riporterektől. Most próbálják az összes információt beszerezni róla. A Metropolitan Police-nak és az MI5-nak az én mi tudomásunk szerint nem volt ezt megelőzően bármiféle korábbi cselekményről kapcsolatban információról, tehát azt jelenti, hogy nem volt a látók körében a rendőrségnek, illetve az MI5-nak, illetve egyéb más nyomozó hatóságoknak vagy szerveknek. Nóra, köszönjük szépen, hogy mindezt elmondtad a napi aktuális nézőinek. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, és most a budapesti stúdióban folytatjuk a beszélgetést Bakondi Györggyel, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadójával. Jó estét kívánok! Egy picit erről a londoni terrortámadásról. Ezek azok az esetek, amelyekkel szemben teljesen tehetetlenek a hatóságok? Ugye, ahogy Nóra is mondta, valószínűleg nem volt a rendőrség látókörében ez az ember. Nem tudjuk még, hogy majd a vizsgálat mit fog megállapítani, hogy volt-e látókörbe, csak esetleg elmulasztottak intézkedni, vagy nem volt látókörbe. Az biztos, hogy a cselekményt azt a kamerák rögzítették, tehát világos, hogy szándékosan átért a másik oldalról, ott kerékpárosokkal ütközött, majd pedig a neki rontott a parlamentnek, és ott le is tartóztatták azonnal, és a nyomozást azt a terrorelhárítás illetékes nyomozó ügyészi szervezetei vezetik, tehát jelen pillanatig az angol hatóságok terrorcselekménynek minősítik. Ugye a parlament környék a legjobban védett terület, ugye ott Londonban. Miért pont ezt a helyszínt választott? Hát nem tudjuk, hogy ez a legjobban védett, ezt nem tudjuk, de az biztos, hogy ugyanezen a helyszínen már történt egy terrorcselekmény Londonban, nem is túl régen, amikor is emberek haltak meg a hídon már. Igen, gázolt, és utána pedig oda a parlament kapujához ment, ahol meggyilkolt egy fegyvertelen rendőri szolgálatot teljesítő embert. A helyzet az, hogy valamilyen vonzerőt jelent az elkövetőknek, bizonyos szimbólumok elleni támadás, ilyen volt az amerikai, New York-i torony elleni támadás is, de ilyen volt a legutóbbi szimbólum is, ami a parlamentet, a kormányt jelképező körzetbe mért csapást
az ártatlan emberekre, akiket ő, amit ő persze hőstetnek nyilvánított az iszlám állam. Jó, térjünk át migrációs kérdésekre. Németország támogatást nyújt Bosznia-Hercegovinának a migrációs helyzet kezeléséhez. Ez Angela Merkel jelentette be, amikor ugye a boszniai miniszterelnökkel tárgyalt Berlinben. Milyen segítséget jelent? Hát ennek mi nagyon örülünk, hogy ez így van. Ezt mi többször is hangsúlyoztuk, hogy a Balkán biztonsága, a balkáni országok migrációt kitettsége, különösen a Bosznia-Hercegovina, ahol torlódnak a migránsok, és az államszervezet viszonylagos bonyolultsága miatt lassú a jogi döntéshozatal, az anyagi lehetőségek korlátozott, a rendvédelmi erők alacsony létszámmal működnek, fölmerült ugyan a hadseregnek az igénybevétele, de aztán a jogi helyzet miatt ezt nem tudták megvalósítani, ezért aztán Magyarország többször hangsúlyozta különféle helyszíneken, különféle szinteken, legutóbb azért a miniszterelnök úr is, hogy a Balkán biztonsága ez két szempontból is fontos. Számunkra egyrészt 20. századi tapasztalat mutatja, hogy a Balkán biztonsága Európa biztonságára nagyon súlyos kihatással van. Másrészt pedig minél távolabb tudjuk a Schengeni övezettől feltartóztatni a tömeges illegális beáramlást, annál hatékonyabb lehet a fellépés, és annál valószínűbb, hogy komoly akadályt lehet képezni a tömeges beözönlésnek. Egyetlen egy kérdésre maradt időnk. Tudjuk, hogy német-spanyol menekültügyi egyezmény született azzal kapcsolatban, hogy a Spanyolországban regisztrált menekülteket Németország visszaküldheti gyakorlatilag Spanyolországba. Mekkora esélyt látja annak, hogy Merkel kancellár ugyanígy meg tud állapodni az olaszokkal és a görögökkel? Nem menekültekről van itt szó, hanem olyanok, akik benyújtottak, akik regisztráltak, amikor a tengerből előjöttek, vagy csónakokból, vagy a kerítésen keresztül, vagy éppen segítséggel civil szervezetek hajói hozták őket. Itt arról van szó, hogy nem elégednek meg a spanyolországi szociális ellátással, hanem tovább mennek Franciaországba, onnan Németországba, vagy Nagy-Britániába, tehát ahol a legmagasabb a juttatási szint. Itt most abba egyeztek meg, hogy akiket regisztráltak, tehát nem menekülté nyilvánítottak, mert egy másik kategória, hanem akit regisztráltak, azokat 48 órán belül visszaküldhetik. Németország megkezdte a tárgyalásokat Görögországgal is és Olaszországgal is hasonló megállapodásról. Ott azonban a befogadás oldalának feszegetése az olasz és a görög fél részéről is, tehát tulajdonképpen a kvóták szerinti minél több embert vegyen át Németország tőlük cserébe azért, hogy ők visszafogadják az ott regisztráltakat. Emiatt ez sokkal bonyolultabb és nehézkesebb német-olasz, illetve német-görög tárgyalásokat eredményez. Törekszik erre Németország. Hozzáteszem, hogy Angela Merkel továbbra is kijelentette, hogy ez egy európai megoldás kell, és ez alatt azt érti, hogy nem csak néhány országnak kell viselni a terheket, hanem az érkezőket szét kell osztani, vagyis minél nagyobb számba érkeznek, annál inkább osszuk szét ezt az európai országoknak. Ezt Magyarország és szövetségesei 2015 óta nem támogatják, nem látjuk okát, hogy változtatni kellene az álláspontunkon. Ezért nagyon bízunk abba, hogy az illegális migráció megközelítése, a Dublin egyezmény leváltása már egy új összetételű európai parlamentbe történhet. Bakondi György, köszönjük szépen, hogy mindezt elmondta.